Úgy gondolom, hogy a mi pályánk egy életforma. Onnantól kezdve, hogy valakiben a tehetség, mint olyan megadatik a teremtőtől, onnantól kezdve rendkívül nagy munka. Azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen egy olyan fajta elköteleződés a művész lét és a művész élet, ami már egy kisgyerekkorban el kell, hogy kezdődjön. 5-6 éves kortól tulajdonképpen már a zene és a hangszer rabjává kell válni, hiszen a fanatizmus nélkülözhetetlen egy sikeres és egy boldog karrier, egy életút megvalósításához. Óriási elismerés a Kossuth díj, és nagyon motiváló. Mindig is agilis voltam, de természetesen ez a kitüntetés, ez egy olyan, hogy is mondjam, különleges belső eufóriát ad, azt hiszem minden művész számára, amely talán még több energiát mozgósít bennem, még nagyobb lelkesedéssel próbálok mind a zeneművészet terén, mind a társadalom szempontjából értéket adni, mértéket adni, és egy olyan fajta elkötelezettségről hírt adni a világban, amely megingathatatlan. Kossuth díj egy olyan kitüntetés, én úgy gondolom, amely rendkívül nagy felelősséggel jár. Ilyen szempontból nem csak az örömet és a kitüntetésre járó mámort érzem, hanem azt is, hogy tőlem nagyon sokat várnak, de természetesen én is saját magamtól nagyon sokat várok. Rendkívül magasan van a mérce, hiszen mind Magyarország, mind a világ büszkélkedik nagyon nagy művészekkel, olyan életutakkal, pályákkal, olyan modellek vannak előttünk, amelyekhez nemhogy érdemes csatlakozni, kötelességünk is. És hát, hogy csak a magyar vonatkozásokat leszűrjük, minden zongorista atya, Liszt Ferenc rendkívül sokat követelt tőlünk, hiszen az ő életútja, az ő tettei és az ő motivált, hogy is mondjam, küldetéstudata, az mind az... Egy ifjú zeneművész számára üzenet, és nekünk ezeket az üzeneteket nagyon komolyan kell venni. Ha belegondolunk, Liszt Ferenc idejében Schumann volt, vagy Chopin volt a kortárs, és Liszt Ferenc ezt mint modern zene mutatta be a koncertjein. Én is rendkívül elkötelezett vagyok ebben az irányban. Persze minden egyes művésznek van egy belső világa, és nagyon jó, hogyha ahhoz a belső világhoz egy zeneszerző tud csatlakozni. Dubrovai Lászlótól én ismertem egy darabot, a Faust táncjátékából egy zongora átiratot, amelyet Horics László barátom játszott a zongora vizsgán. Elkértem tőle a kottát, megtanultam, és aztán ezt be is mutattam a legnagyobb koncerttermekben. Na hát ez volt az első pont, amikor mi találkoztunk tanárúrral, és elkezdtünk dolgozni ezen a darabon, és tulajdonképpen onnantól kezdve egy olyan szinergia és egy olyan szimbiózis alakult ki köztünk, amely hát azóta számos felvételt, számos koncertet örökített meg, és folyamatosan születnek számomra darabok. Most legutóbb például egy szonátát írt számomra, a Szonáta di Felicitát, ami a boldogság szonátája. Ezt a 30. születésnapom alkalmából kaptam, mint ajándék, azt gondolom, ez egy életre szóló ajándék, amelynek az ős bemutatója egyébként pont a 30. születésnapi koncertemen volt a MAM Kulturális Központban. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan szonáta egyébként, amely a legnagyobb szonáták közé emelhető, és bízom benne, hogy nagyon sok zongorista fogja magáénak érezni és játszani majd a koncerteken.
mind családi, mind zene indítatásból Cifra György öröksége az egy olyan dolog, amelyet szerettem volna egy kicsit felemelni. Amikor létrejött a fesztivál, akkor rendkívül sokan támogattak minket, rendkívül sok művész mondta azt, hogy ez egy óriási dolog. Ilyen szempontból úgy érzem, hogy ha számvetni kellene, hiszen jövőre lesz 5 éves a fesztivál, azt tudom mondani, hogy elindultunk azon az úton, hogy Cifra György nevét a legnagyobb zeneművészek között emlegessék, ahol Rubinsteint, Oistrakhot, Rostropovicsot, és ennek a kiteljesedése talán nem is a jövő évi 5. Cifra György fesztiválon fog megvalósulni, hanem 2021-ben, amikor Cifra György 100. évfordulóját fogjuk ünnepelni. Erre a fesztiválra, erre az éves, egy évig tartó fesztiválra egy nemzetközi turnét szervezünk, ahol a legnagyobb koncerttermekben leszünk jelen, ahol a magyar művészeken kívül fiatal művészeket is szerepeltetni fogunk, hiszen a tehetséggondozás, a tehetségek felfedezése, felkarolása, segítése az számomra is szívügy, és a fesztiválnak is nagyon fontos, hiszen Cifra György is ezt az utat jártam élete vége felé. Jó érzés azt hallani művészektől, amikor én beszélgetek velük, és jelzem szándékomat meghívni őket a Cifra György fesztiválra, hogy Cifra György, jobban mondva George Cifraként ismerik. Minden nagy művésznek van egy emléke róla, ott volt valamelyik koncerten, Rongyosra hallgatta valamelyik lemezét, példaképe volt. Tehát jelen van Cifra György a nemzetközi zenei életben, csak valahogy ugye ezt egy mederbe kell terelni, és tulajdonképpen ez az év, ez a Cifra év, ez erre alkalmas lesz. Feleségem ebben nekem 100%-os partner, óriási segítség, és egy jó sokan, akik munkatársak számunkra, de ez egy olyan belső indítatásból született fesztivál, szerintem senki nem kérdőjelezi meg, amely köldögzsinórszerű, tehát ez, mint hogyha gyermekem lenne, és ezt úgy óvom, úgy féltem, és csak a legjobbat és a legszebbet szeretném erre az évre felmutatni. Óriási reputációnak vagyunk most mi az élő képviselői. És nagy büszkeséggel és nagyon nagy örömmel tudom mondani, hogy bárhol a világon, ahol járom a koncerttermeket Kínától Ausztrálián át, a legkülönlegesebb helyeken, fesztiválokon, mindenhol a magyar zeneművészetnek óriási igénye van, és óriási, hogy is mondjam, minőséget jelent magyar művésznek lenni kint. Tehát, hogyha még nem is ismerik a nevét a művésznek, de oda van írva, hogy ő Magyarországról érkezik, és a Zeneakadémián végzett, és esetleg magyar műveket játszik, akkor arra biztosan nagy érdeklődés van. Ilyen szempontból rendkívül jó érzés magyarnak lenni külföldön is.